Óriás buboréksó és frissen készült palacsinta várta a gyermekeket és szüleiket a Melinda Parkban. A szeles időben szépen szálltak a színes, bizánci szappan buborékok. Palacsinták közül pedig hatféle ízből lehetett választani. A program ötletgazdája és szervezője Molnárné Salánki Margit, a Kecskemét Alsószéktóért Egyesület titkára volt, és egyfajta köszönetnyilvánítás vezérelte, amikor belevágott az esemény megvalósításába. Jó kapcsolatunk van a Bíró Lajos utcai tündérkert óvodával, és mindig segítenek nekünk a gyermekek, a programon a műsorokat adnak, és azt gondoltam, hogy egy kicsit kedveskednénk azzal, hogy kiegészítenénk a gyermeknapi programjukat. Egyre több fiatal család költözik a városrészbe, és az igény is egyre nagyobb a minőségi, közösségi programokra, árulta el Molnárné Salánki Margit. A Kecskemét Alsószéktóért Egyesület pedig mindent megtesz azért, hogy a tartalmas találkozásokra lehetőséget teremtsen, ehhez pedig megkapják a megfelelő támogatást a városrész önkormányzati képviselőjétől, Sipos Lászlótól.